A rendőrök védőszentjének képét munkaidő után hobbiból festette meg egy elítélt, aki a szabadulása után ilyen jellegű munkákkal szeretné keresni a kenyerét. A BV-intézetben egy rendőri vezetői látogatás során láttuk, hogy nagyon szép festmények találhatóak a tiszalöki büntetésvégrehajtási intézetben, és érdeklődve kérdeztük, hogy hol ki festette ezeket a képeket, és akkor jelezte a parancsnok úr, a Mészáros László dandártábornok úr, hogy egy saját elítéltük festi ezeket a képeket, és ekkor merült fel bennünk az a dolog, hogy a rendőrség védőszentjéről is, Sárkányerő szentjéről is egy képet festetnénk, amennyiben van lehetőség. Ezt az elítélt, aki ezeket a képeket festette, bevállalta, és mi pedig egy fél év türelmes várakozást követően, hál' Istennek, fel tudtuk helyezni az egyik tanácstermünk falára, amit ezt követően már Szent György teremnek fogunk nevezni. A festmény elkészítéséhez a megrendelő, vagyis a megyei rendőrfőkapitányság biztosította az elítélt számára a szükséges tárgyi feltételeket. A Szent Györgyet ábrázoló képet a szabad idejében készítette a fogvatartott. Még van 7 hónapom az ítéletemből, és utána már várnak ezzel, tehát ilyen kisebb panziók, meg ilyesminek küldtünk ki portfóliót, és akkor ők már várnak ilyen díszítési munkával. Úgyhogy úgy tervezem, hogy ebből szeretnék majd éldegélni. A tiszalöki intézetben festhetnek, barkácsolhatnak, vagy akár sportolhatnak is az elítéltek, amely hobbikhoz a tárgyi feltételeket is teljes mértékben biztosítják, mondta el az intézet parancsnok. Hozzátette, az összes foglalkozásnak az a célja, hogy a szabadulásuk utáni életben segítsék boldogulni az elítélteket. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a fogvatartottak dolgozzanak, tehát a munkáltatás az mindenféleképpen nagyon-nagyon fontos kérdés a dolgoknak, mindemellett a tanulást, munka melletti tanulást, vagy a munka mellett olyan szabadidős elfoglaltságokat, amely nyilvánvalóan a lélek épülésére szolgál. A kép készítője mindehhez hozzátette, ez volt az első olajjal vászonra készült munkája, a hátralévő büntetési idejében pedig a Csupaszfalu foglalkoztató helységeket szeretné kifesteni akvarel technikával.